Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, ugye ez a szokásos beköszönés, csak most egy kicsit rendhagyó helyszín, mivel ugye nem egy játékban vagyunk. Na, figyeljetek, azért van ez a szokatlan kis helyszín, mivel úgy gondoltam, hogy miért ne csináljak egy ilyen videót, olyan régen csináltam ilyen vlog videószerűt. Nos, hát, megmondom őszintén, hogy igazából nem is nagyon tudom, hogy miről beszéljek. Kitaláljuk, hogy mégis mi legyen a téma. Egy-két dolgot azt szeretnék így felvetni. Először is, ugye kettő dolog lesz az Unturned kihívásról is, úgyhogy ne ijedjetek meg, nem azzal kezdem, hanem egy másik dologgal. Mivel ez nem olyan érdekes, és úgyis átpörgettétek, vagyis csak ezt néznétek meg, az Unturned-eset, és ezt nem. Na, ez a dolog, az első dolog, ez az AskFM-es kérdésekről lenne benne szó. Ugye régebben úgy ment, hogy mindig összegyűlt egy csomó kérdés, és akkor válaszoltam videóban rá. Hát az a probléma ezzel, hogy most már rengeteget kérdeztek, és ez a második probléma vele, hogyha megvárom, míg összegyűlnek a kérdések, akkor nem tudom, nem válaszolok rá, tehát lehet, hogy két hét múlva kaptok választ rá, és lehet, hogy olyan kérdést tesztek fel, sokszor gyakran tesztek fel olyan kérdéseket, amiket jó lenne, hogyha egyből megválaszolnám például, hogy nem működik a játék valakinek, és akkor hogy hogy oldhatnám meg, hát azt nem két hét múlva akarja megtudni, amikor nekem lesz időm videót csinálni róla, vagy pedig összegyűlik annyi kérdés, hogy érdemes lenne videót csinálni róla, hanem egyből lenne jó. Na, én arra gondoltam, hogy ezután akkor úgy lesz, hogy minden kérdésre válaszolok egyből. Egyből az azt jelenti, hogy naponta egyszer meg fogom nézni ezt a filmet, és akkor fogok hogy válaszolni a kérdésekre. Tehát nem lesznek ilyen videók, igazából sok értelme nincs is, mivel tényleg most két hetente csinálok egyet, vagy három hetente, akkor elavulnak addig a kérdések. Nem? Érdektelenek lesznek lehet, hogy az ember számára is, aki ugye feltette őket. Na, szóval akkor ezt kérdezem, ez ennyi, hogy akkor naponta válaszolok mindig a kérdésekre, oké? Egyből instant, és most fogok is válaszolni, körülbelül összejött vagy 100 darab az utolsó videó volt, és nem is volt olyan rég az utolsó, talán egy hónapja. Na, akkor mire lesen még szó, ja, az Unturned-es dologról jó lenne, hogyha szó esne. Ugye én úgy terveztem, hogy vasárnap kellene megoldanunk ezt a dolgot. Szombatra gondoltam először, de úgy gondolom, hogy inkább vasárnap, oké? Okay? És vasárnap mondjuk mondjuk vasárnap 4 óra körül. Vasárnap 4 óra szerintem, hogy mindenkinek jó, oké? Okay? És akkor megcsináljuk. És úgy lesz, hogy csinálok Hamachi szervereket. 30 darab lesz összesen. Mindenki tud joinolni, ugye elég joinolnia. És utána tud a játékba. Egy problémám van, hogy 12 slotos szervet lehet létrehozni Unturned alatt. Tudom, hogy izé alatt lehet, 3.0 alatt lehet, de ugye a 3.0 az gyakorlatilag még ilyen tesztverzió. Most, ami fut, ugye gyakorlatilag a teljes játék, ami megy, az valami 2.2-ös, talán nem is tudom, nem biztos, valami ilyesmi. És ezen 12 szót a szervert lehet létrehozni, vagy csak Nendelikát szerverrel rendelkeztek, ha jól tudom, akkor lehet többet. Na, az rettenetesen bonyolult delikát szervert csinálni, szóval 12 szótos lesz. Ez miatt úgy gondoltam, hogy lehet, hogy gyakran kellene csinálnunk, lehet, hogy úgy lesz ez, sőt, biztos úgy lesz, hogy 4 órakor mondjuk csinálunk egy kihívást, amikor megöltök, utána nem tudom, hogy hány óra lesz, akkor mondjuk valahova kirakjuk, hogy mikor lesz a következő. Tehát egy nap csinálunk többet, oké? Okay? Egy ilyen sorozatot, hogy mondjuk 4 órakor lesz, hogy megöltök mondjuk 3.45-kor, vagy lehet, hogy előbb, ugye Sticker például azt mondja, hogy 4 percig bírom, hát nem fogom 4 percig bírni, tovább fogom bírni, és akkor mondjuk kiteszem a Facebookra legyen, oké? Okay? Mindenki igazából fel tud iratkozni oda, vagy meg tudja nézni, nem is kell, ugye nem is kell lájkolni, nem az a cél, hanem meg tudjátok nézni ott, hogy mikor lesz a következő, és akkor szerintem vasárnap csinálunk többet. Csinálunk mondjuk 4 órakor, hogyha ugye esetleg 5 órakor, vagy 6 órakor, 7 órakor, ugye talán nem tudom, ugye másnap mondjuk suli, nem tudom, neki szület meg mikor kezdődik. De az a lényeg, hogy akkor az lesz, hogy többet csinálunk, oké? Okay? Igaz, a 12 slotos szerver miatt lehet, hogy kevés a slot szám, de nem tudok valamit csinálni, ez van. Hát többet az ilyen, nem lehet többet, nem tudok többet csinálni. Na, akkor másról miről beszéljünk? Hát szerintem igazából ennyi lett volna.
Jaj, kezdek kilábolni a betegségbe, úgyhogy most megint több videó lesz. Ugye egy kicsit kevés videó volt, de naponta egy minimum meg volt, ugye azt mindenképpen tartottak. De az volt a kellemetlen az egészben a betegség miatt, hogy rettenetesen nehéz úgy videót csinálni, hogy folyamatosan köhögtök. Egész végig, amikor úgy érzem, hogy jobban voltam, és elkezdtem videót csinálni, akkor utána hatványozódik, amikor elkezdtek beszélni, ugye, mivel videó alatt dumálom ki, kell, meg hát azt elvides, hogy dumálok, akkor állandóan köhögnem kellett, rettenetesen rossz. És mégsem azt akartam, hogy hallgassátok végig, hogy köhögök, hát egy csomó videó mégis úgy sikerült, hogy 10% a köhögésből állt, meg a hangom is ilyen rettenetesen rossz volt. Szóval kezdek egy kicsit jobban lenni, úgyhogy lesznek több videók. Ugye Minecrafthoz is visszatérünk, meg ugye mindenfélét csinálunk természetesen. Na, igazából nem jut eszembe más. Itt van a Junior, egyébként kitövettem. Úgy csináltam, hogy túl sokat ugatott, mindig az ugye játékaival játszott, és akkor én úgy döntöttem, hogy inkább kitövjük, és akkor nem fog többet. Nem, ő a játéka, ő rá fekszik rá, meg ő a szerelmi partnere éjszakánként. Na jó, most srácok, igazából nem is nagyon akartam más mit mondjak. Ezt a kettőt szerettem volna elmondani. Az Unturned-del kapcsolatban lesz egy olyan videó, ahol már nem lesz se játék, se semmi, hanem tényleg le lesznek a videóban is írva a szabályok, meg alá is le lesznek írva a szabályok, és a videóban is le lesznek írva a hamacsi, IP-k, szobanevek, mindenféle elérés, meg a játékban is. Tényleg minden abban le lesz írva. Annyi lesz az egész videó, hogy egy fehér lap lesz, és feliratok, hogy mindent meg fog benne találni. Meg a szabályok is, amik nagyon fontosak, ugye említettem, hogy mindenképpen banolni fogom azokat, akik nem tartják be a szabályokat, mivel nem fogom tudni korrákat tartani különben a játékot. Na jó, van, oké, akkor köszönöm, hogy irultatok, ugye. Most nem mondom, hogy folytatás következik, mert nem tudom, mikor lesz legközelebb ilyen vlog videó. Hogyha akartok ilyen jellegű vlogokat, és amikor személyesen láttok, mármint, hogy rendes valóban, akkor írjatok meg, hogyha valamire kíváncsi vagytok, lakóhelyemre, vagy pedig vegyünk el a boltba, vagy bármit, oké? Na jó, van, oké, akkor tényleg ennyi volt. Most már nem húzom az időtöket többet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!